Igen, Túróczi Gábornak hívnak, sportinformatikus vagyok, és közben begerjedt a mikrofon. Ide, nem jó. Most jó, innen nem szabad kimozdulni. No, a sportinformatikus az azt akarja, hogy a sportolók között a kockák közt meg a sportmániás, tehát körülbelül valahogy félúton vagyok itt a történetben, és meglehetősen nagy örömömre szolgál, hogy 300 magyar kosáredző előtt léphetek pályára, de az a legnagyobb szerencse, hogy labdát nem tettek ide, úgyhogy ti jól jártok mindenképpen ebben a történetben. Okay. Na most jó. Az a címe az előadásnak, hogy metrikák a kosárlabdában, hogy valami hivatalos legyen, de valójában az elmúlt egy évnek az élménybeszámolója lesz az én esetemben is a történet. Kérdeznék is egy ilyet, hogy akár itt az egyetem keretein belül, vagy kosár témában, vagy kivel találkoztunk már, ez ilyen interaktívabb rész lesz, úgyhogy bátran. Cölöp már jelentkezik, nagyon jó. Az a baj, hogy amikor vele találkoztunk, akkor mindig dobott 30-at, és akkor amiatt emlékszik, nagyon jó. Oké. Okay. Sportanalitika nevű tantárgyat 5 évvel ezelőtt indítottuk itt az egyetemen el. Mindenféle számszaki és eredménybeli előnyeket lehet ezzel a történettel szerezni, és ha amiatt már elég sok számszaki történet lesz a képernyőn, ezért csináltunk QR kódot, úgyhogy aki tudja, azt töltse is le. Hátsó sorokban különösen ott az albakompos különítmény már megtette a kedvünkért. Rengeteg ilyen táblázatos számszaki érték lesz a kivetítőn, úgyhogy remélhetőleg ti is tudjátok majd innantól kezdve követni. Jó, van még valaki úton itt letöltésileg? A QR még maradjon? Valaki? Mártunk még van. Aki telefon tart, az még gyanús. Majd a végén egyébként még ezt visszafogom, ezt a QR kódot tenni. Szerintem elég sok olyan releváns információ lesz, amit a mindennapi életben jól tudtok használni a saját csapatotoknál is. Úgyhogy azért is érdemes esetleg a PPT-t letölteni a végén. Jó, na csapjunk akkor bele lassacskán, oké? No, hát itt a sportanalitika órákon az első, egy sportanalitikusnak a kedvenc gumikacsája az az, hogy milyen adatokkal tudunk egyáltalán dolgozni. Ami mindannyiutoknak a mérkőzésein előfordul, az a hivatalos jegyzőkönyv, elég sok minden kiderül belőle. Mi sportanalitikus értelemszerűen azért nem vagyunk különösebben odaérte. Mi körülbelül a boxscore eseménylista szintű történettől kezdve tudunk olyan mély elemzéseket csinálni, amivel igazán tudjuk segíteni a munkátokat. Eseménylista leginkább ott kezdődik. Az a szerencsés helyzet, hogy azért a utánpótlás bajnokságokban is egyre több helyen van gépi statisztika. Egy olyat szavazzunk, egy kanyart, hogy ki az, akinél nincsen olyan szintű eseménylista, hogy lepattanó, szerzett labda, egyebek, hogy azt meg tudod mondani a meccs végén. Jelentkezzünk egy ilyen kanyar? Állatok, oké. Okay. Milyen bajnokság? Akinél nincs? Még egyszer? Ott a hölgy, nem? Az világos, de azon belül melyik? U14-nél, aha. 18-16 környékén ugye értelemszerűen van, U20-as fiúknál is szintén van. Egész komoly kimutatásokat lehet egyébként már utánpótlás bajnokságban is készíteni ezáltal. Az elmúlt időben egész szépen elterjedt az, hogy az eseménylistához különböző plusz információk is csatlakoznak. A legegyszerűbb ugye mondjuk egy dobásnál a dobásnak a helye, de hogyha Instatot, Synergy-t használtok, akkor van a playtype szerinti bontás, illetve mindenféle egyéb hozzáadott értékek keletkeznek. A következő kérdésem az lenne, hogy ki az, akinek a klubjánál Instat, Synergy típusú szoftverek van előfizetés? Megint csak jelentkezősen. Jó, a következő kérdésem az lett volna, miután senki nem jelentkezett, hogy mennyire használjátok, de akkor ennyire valószínű. Azt is hozzá kell tenni, hogy ezeknél a rendszereknél olyan mennyiségű adat áll a rendelkezésedre, mint edző, hogy valószínűleg arra nem lesz időt, hogy ténylegesen kinyert belőle azt az egy lényeges információt, ami segíti majd a munkádat.
ezt általában a sportinformatikusok vagy sportanalitikusok szokták egyébként megtenni. Az elmúlt 25 évben összesen 10 NBA csapatnak dolgoztunk, a FIBA-nak mi szállítjuk a hivatalos filmlista adatbázisát, illetve tavaly elkezdtem közelebbről dolgozni a Varese nevű olasz elsőosztályi csapatnál. Hogyha valakinek ismerősen cseng a Luis Scolának a neve, akkor talán így kicsit érthető is, hogy vajon milyen stratégiát képvisel az Egyesület. Egyértelműen az Európában az első Moneyballon alapuló csapat, a legkisebb költségvetésű Egyesület Olaszországban, és a győzelem vereség mutatója alapján negyedik lett az Egyesület az olasz férfi felnőtt első osztályú bajnokságban. Ezt érzitek, hogy nem kis mutatvány. Hát most így számokat nem mondhatok értelemszerűen, de még egy magyar első osztályú csapatnál is kisebb költségvetéssel sikerült ezt elérni. Az más kérdés, hogy 3 évvel ezelőttről volt egy kis jogi tartozása a klubnak is, amiatt visszasorolták, 15 pontot vontak le a csapattól, vagy egy nagyon horror mennyiséget, és még így se esett ki. Tehát nagyon, nagyon érdekes szezon van mögöttünk. Ennek a munkának azokat a részeit szeretném veletek megosztani, amiket megoszthatok ugye itt értelemszerűen. És akkor lapozzunk is egyet. Leginkább a dobáshelyi alapú elemzéseket fogjuk most itt végigvenni, amit rektor úr is ugye az előző videóban bemutatott, elhangzottak ezek a kulcsmondatok, hogy pont per dobás, pont per labdabirtoklás, ezek körül fogunk mocorogni. Azért, hogy ne legyen nagyon pici a mintem, azokban a versenysorozatokban, amikben mi érdekeltek vagyunk itt, azért általánosságban nem annyi meccset játszanak, mint mondjuk egy amerikai egyetemi bajnokságban vagy az NBA-ben. 20-30-40 meccseket játszatok le, annyira pici mintának számít az matematikai értelemben, hogy simán lehet, hogy eltorzul egy-egy jó meccstől valakinek az átlaga, vagy bármilyen értéke, amit nem szeretnénk. Ezért valami fajta egyszerűsítést mindenképpen be kell vezessünk, és ez történt itt meg. A dobás helyeket zónákra bontottuk fel, van értelemszerűen a gyűrű alatti rész, festéken kívüli kettes, sarok hármas, minden más hármas. Hát azt ugye nem nagyon kell bemutatni, hogy a legjobban akkor járunk, hogyha a gyűrű közelébe be tudunk jutni, de mi ezt szerencsére tudjuk számszerűsíteni is, hogy mennyire. És reméljük, hogy lép is egyet. Na itt jön az első olyan rész, amikor kicsit nehézkes a betűméret miatti olvasás, úgyhogy próbálok egy kicsit én is innen puskázni, hogy innen tudjam mondani. Amit a két oldalon láttok, az, hogy az előző 5 zóna kiegészítve a 24 másodperces órával, és mellett a zöldtől pirosig megy le szépen sorba a színek, azt mutatják meg, hogy mennyi pont per dobás értéke van annak ezekből a zónákból leadott dobásoknak. Ugye azon nem lepődünk meg, hogy a felső 5-6 érték az mind a gyűrű környéki, és az alsóknál, ha megnézitek, az mind a hosszú kettes, illetve a festékből a kettes. Viszont van egy másik oszlop itt mellett, ez a 24-es óra. Ugye elhangzott ez a kérdés, hogy hányatoknál van gépi statisztika, illetve a filmlista események mikkel vannak kiegészítve. Sajnos a 24-es óra a legtöbbetöknél szinte biztos, hogy nem áll rendelkezésre a filmlistában mellé írva. Tehát azt nem tudod megmondani, hogyha 12 másodpercen belül eldobom a labdát, és egyébként dobok egy sarok hármas, annak mennyi a pontértéke, meg mi az, amikor már nagyon jár le az óra, és az utolsó 3 másodpercben ez hogy néz ki. Viszont azt azért érdemes megnézni, hogy az NBA-ben, illetve a másik liga, amit a jobb oldalt láttok, ez az olasz férfi felnőtt bajnokság, ebben is alul akármilyen hátralévő támadóidőnél csak a hosszú kettesek vannak. Tehát, hogyha jár le szépen az óra éppen, akkor is, még akkor is jobban megéri a hármas rádobni. Hogyha semmi másra nem emlékeztek majd ebből a beszélgetésből, amit folytatunk, már akkor nem mentek haza feleslegesen, vagy nem jöttetek el feleslegesen, hogyha ez megmarad. Hogy nyugodtan ugyanúgy, attól, hogy az óra mögöttem éppen megy lefelé, még a pont per dobás értéke nem szakad be a hármasnak. No? Ez az első ilyen talán lényeges információ. Pontosan tudom, hogy az, hogy éppen milyen játékos kereted van, vagy hogy tudunk-e tiszta dobó helyzetet kialakítani, az szerencsére az ennek a térfélnek a dolga, és abban ti vagytok jók. Én azt tudom nektek megmondani, hogy amiket csináltunk eddig, abból milyen értékek jöttek ki. Okay? Tehát hogy simán lehet olyan, hogy sajnálatos módon nincsen olyan játékosunk, aki ez a
stratégiához megfelelő. Következő szlájdon egy nagyon hasonló táblázatot láttok, viszont itt még egy picit más információval egészítettem ki az oszlopokat. Az eleje az ugyanaz, ugye, hogy gyűrű, festék, sarok, hármas egyebek, és a következő az, hogy contesti rám contesti, tehát hogy volt a védő a dobójátékosnak ám vagy nem, a következő pedig az, hogy assistból vagy nem assistból. Ugye adja magát a kérdés, hogy honnan tudom én a kihagyott dobásnál, hogy assist volt vagy nem. Mert itt ugye itt pont per dobást írok, hogyha nem jegyzem azt, hogy a kihagyott dobásoknál assistból volt vagy nem assistból, akkor a hármasnál ez 3.0 lenne, a kettesnél meg 2.0 lenne, ugye ez evidens. Viszont itt mégis 1, valahanyas értékek vannak. Ez mitől lehet? Attól, hogy ráállítottunk egy plusz embert, aki írja a miss on an assist, tehát hogy az assist mészárosoknak a tevékenységét jegyzi, szépen lassan húzgálja folyamatosan meccs közben a play mellé, a kihagyott dobás mellé, hogy egyébként ez assistolt volt, sőt egyébként még mi lehet fontos az assist szempontjából, a kihagyott dobásos assistnál, hogy kiadta a gólpaszt, ugyanúgy jegyezzük. Tehát nem csak az kell, hogy ez a dobó szemszögéből, hanem a másik oldalról is. Meggyőződésem, hogy mindannyiótoknál volt már irányító, van köztünk olyan irányító is, aki még EB-n is tovább jutatott csapatot. Biztos vagyok benne, hogy számtalanszor volt olyan, hogy azt mondta neked az irányító, hogy hát ez képtelenséged, megcsinálom, lebontom a védelmet, kiadom a labdán, és mindent kihagynak. Ugye hát ez evidens, ez a mindennapjainknak a része. Ezt is lehet számszerűsíteni, és nem olyan extra mechanikus munkát igénylő dolog. Akár a kosárszövetségnek az oldalára, hogyha letöltöd a filmlistáját annak az adott meccsnek, visszanézed a videót, behúzgálod a strigulákat, ez egy nagyon-nagyon értékes dolog. Miért? Majd nézzétek meg, hogy hány olyan kimutatás lesz, hogy az assistból, meg nem assistból milyen pontkülönbségek tudnak kialakulni. Általánosságban azt látjuk ezeknél az értékeknél, a pont per dobásnál, hogy olyan egy környékén vannak. Akkor azt is elmondhatjuk automatikusan, hogy ahány támadást vezetünk, annyi pontot fogunk nagyságrendileg dobni. Nyugodtan kövezzetek meg, nyilván ez most egy nagyon éresen koppan a szó, de egy szezon végén oda fog zárni az érték mindenkinél. Akkor nekünk mi a célunk? Ezt is mondta a rektor úr is egyébként, nem lesz vizsgakérdés este, de nem. Hogy minél több támadást vezessünk, akármi történik. Viszont olyan szempontból észre kell, hogy tudjad a saját csapatodról, hogy hol vannak azok a váltópontok, hogyha te mondjuk az első 6 másodpercben támadóidőnek az első 6 másodpercében eldobod a labdát, akkor mennyi a pont per dobás értéked, mennyi a következő 6-nál, és így szépen sorba. Megint a varézés emlékeket mondom. Az összes európai bajnokság közül a Varese vezető a második legtöbb támadást. A párizsi első osztályi csapat nyerte ezt a kategóriát, egyértelműen Moneyballt játszanak ők is egyébként. És azt néztem még meg, hogy az átlagos támadásainknak a hossza az hány másodperc, és általában 12 fölött, 12 van még az órán, amikor rádobják. Tehát, hogy olyan playeket is terveznek alapvetően, hogy egy, maximum 2 kimeneteles kör, nincsen harmadik, negyedik esély. Még egy fontos dolog, hogy csak a sportanatikai részéről mondom, lehet, hogy kosárlabda szempontból, ha én most odaülnék, akkor valószínűleg azt mondanám, hogy ez nem teljesen jól van így, de egyébként matematikailag így jön ki igazániból jól a dolog. Egy támadásnak az számít, amíg az ellenfél nem támad. Ez mit jelent? Hogyha támadó lepatonot visszaszedjük, az még mindig ugyanaz a támadás. Jó? Tehát edzői szemmel egyébként új élet indult, azt azért érezzük, egy picivel rövidebb élet, mert csak 14 másodpercet van befejezni a támadást, de egyébként az még mindig egy támadásnak számít, és a pont per possession, amikor arról fogunk beszélgetni, az viszont ezt tartalmazza, ezáltal a pont per támadás érték az mindig kisebb, mint a pont per dobás érték. Ez azért egy elég fontos történet, különösen, hogy ebben benne lesz még az eladott labda is. Na, nézzük meg a konkrét számokat egy picit. Váltópontokat jó lenne megtalálni, ugye? Tehát azt meg tudtuk állapítani, hogy azzal nagyon jól járunk, hogyha a gyűrű közeli dobás, sarok hármas. Fogjátok majd később látni, hogy a magyar statisztikákban valamiért 3-4-5%-okkal szerepelnek a sarok hármasok. Tudja azt valaki, hogy miért? Mi lehet annak azok, hogy csak 3-4% és 20-pár%-kal nem sarok hármas? Nem feltétlenül ennyit dobunk rá, de ha egyszer is írtatok gépi statisztikát,
akkor menet közben azt ott bepozicionálni megfelelő helyre nem biztos, hogy sikerül. Tehát ennyire legyetek szkeptikusak, nekünk az egyik legfontosabb feladatunk sportanalitikusként, hogyha kapsz egy nagyon nagy adatbázist, hogy legyél szkeptikus. Amikor a Houston Rockets-nek átküldtem egy olyan elemzést, amiben 16 millió rekord volt, fél másperces közökkel megmondtunk minden játékosnak a pályán a helyét és a labdának, nem csak a saját meccsékről, az összesről, akkor megköszönték, nagyon, nagyon szépen teljesítették a szerződésben rájuk eső részt, majd jöttek ezek fel kérdések, hogy az, hogy lehet, hogy ebben a fél másperceben ez a gyerek gyorsabban fut, mint Usain Bolt. Az, hogy lehet, hogy ezt a hármast a nézőtérről dobta. Az, hogy lehet, és jöttek orba szájba ezek a megjegyzések. Ezt nyilván elég hamar elsajátítottam, ezt a gondolkodásmódot. Egy 5-6 évvel ezelőtt az MLS adatbankot az én cégem kezdte el gondozni, és az U19-es bajnokságban a legidősebb kapus az egy 41 éves játékos volt. Ugye? Tehát, hogy ha bármit megkaptok, a szkólának van ez a mondása, hogy átmegy a bullshit teszten, amit megkap. És rendszeresen nem megy át rajta. Tehát kijött az, hogy nem tudom, a Petrucelli nevű játékos lett a legjobb egy adott kategóriában, és nem tudom, 42 éves egy vén rutin róka. Nyilvánvaló, hogy nem ő nyerte azt a kategóriát, ott a matekkel volt valami probléma. Tehát ti is kaptok valami fajta ilyen adatbázist, akkor mindig egy picit legyetek szkeptikusak. A mai mi beszélgetésünkben azt én most megmondom, hogy a gyűrű közeli, a sarok hármasok alul vannak reprezentálva a valósághoz képest. Tehát amiket itt számokat látni fogtok, annál biztos vagyok benne, hogy sokkal-sokkal több hármas születik. Mit tudtok ti annak érdekében tenni, hogy ez a valósabb érték legyen? Szólni kell a statisztikusnak, hogy majd légy arra, nagyon figyelj, hogy a sarok hármas jól legyen jegyezve, mert azért biztos ti is halljátok a különböző NBA közvetítéseknél, meg a különböző fibás kiadványokban is, gyakorlatilag a csapból is ezt folyik, hogy hármas kell dobni, hármas kell dobni, hármas kell dobni. Már arról is szó, hogy ez a vonal, nyilván viccességből, ez ne három pontos vonal legyen, hanem két pontos vonal, mert pont fordítva van már szépen lassan, hogy többet dobunk rá hármas, mint kettes. Sarok hármas az értelemszerűen a függőleges része a három pontos vonalnak. Azt is tudom, hogy van olyan pálya, ahol konkrétan nincs sarok hármas. Ugye? Van olyan köztünk, akinek nincs sarok hármas? Van bizony, ugye? Nem baj az, egyszer csak majd lesz remélhetőleg. BLF, vagy merre járunk? Ennyi. Jól van. Szóval, hogy érdemes szólni a statisztikusoknak, és egyébként, hogy a másik, hogyha, amit hazavigyetek mindenképpen, hogy sok sarok hármas kell rádobni. Majd látni fogjuk itt a pont per dobás értékeknél, hogy bármit csinálunk, a három pontosnak a pont per dobás értéke mindig magasabb lesz, mint bármelyik hosszú kettesé. A legrosszabb helyzetben is, a legjobban is, contestedben is, uncontestedben is, assistoltban, nem azt, mindenképpen. Jó? Tehát, hogy ebben így egyezünk meg, ha lehet, hogy kicsit toljuk abba az irányba. Amikor most megvertük a szerbeket a női EB-n, nem tudom, ki látta a meccset, erre is jelentkezünk. Aki nem látta, az mindenképp nézze meg. Szerintem a magyar női válogatott történetének az öt legjobb meccse között benne volt ez ez a mérkőzés, legalábbis az utolsó háromnegyed. 12 másodpercnél gyorsabban dobtuk rá a labdát mindig, letámadtak ugye a szerbek is, hamar átjátszottuk, aki emlékszik, talán megvan, és valami 1,1-es pontátlaggal fejeztük be a támadásokat, annak ellenére, hogy olyan tempót játszottunk, amihez nyilvánvalóan a keret nem volt hozzászokva, és az is elhangzott, hogy egy torna keretében, ez ugye a négy közé jutásért ment ez a meccs, itt azért már benne volt a lányok lábába, 4 vagy 5 meccs, és ennek ellenére uptempó mellett nagyon magas pont per dobás értéket tudtunk elérni. És mint amikor biztos is megvan az a flow élmény, hogy így minden sikerül. Ha megadod magadnak az esélyt, hogy olyan dobásokat választasz, aminek magas a pont per dobás értéke, akkor sikerül, akkor ez így húzni is fogja. Aztán ami megint csak egy varézei emlék, ehhez a táblázathoz kapcsolódik picit. Scafati nevű csapat ellen játszott a csapat idegenben. Első 8 támadása a Scafatinak az volt, hogy beadták post-upra a magas bedobónak a labdát, pumpálta lefelé, nyomkodta hátrafelé, és bedobott 8-ból 8-at. És ezt is, hogyha ha valakinek megvan a módja, akkor nézzétek vissza, meg módja van rá, nézzétek vissza a meccsnek a streamje, fenn van a neten. Időt kér a varézei edző. Nyilván neki alakul egyfajta idegesség, hogy akkor ezzel most mit csináljunk, hogy jobban védjük, kettőzzük, ez az amaz, és hátul a statisztikai vezetővel a csapatnak mutatja, hogy 0,8. Mert annyit ér ez a dobás.
0,8. 0,8-al nem a meccset veszted el, hanem a kiesés ellen fogsz küzdeni. Hogyha 0,8 a dobás értéke egy csapatnak, általában a szezon végére, az a kiesés ellen fog küzdeni. Mit kellett csinálni ebben a helyzetben? Várni. Tudom, hogy borzasztó nehéz, tudom, hogy borzasztó idegesítő, de akkor is várni kellett. És a meccs végére ki is egyenesedett a dolog. Másik ilyen kedvencem, hogy ez nincsen sztájdom, de ilyen frutikat még szeretnék bedobálni azért, hogyha nem baj. Nem megy a csapatnak. Rendszeresen mondjuk nem tudom, 4-5 támadás óta kihagytuk, időt kérsz. A következő támadásban szerintetek a pont per dobás érték az magasabb lesz az átlagnál, vagy alacsonyabb? Ki van azt mondja, hogy magasabb? Alacsonyabb? Alacsonyabb egyértelműen. Nagyon bosszantó. Egy pont környékén van ugye az átlagos dobás érték, 0,7 az a rossz hír. Borzasztó idegesítő dolog. Tehát, hogyha időt kérsz, akkor a következő támadásnál ne várd a csodát, majd utána lesz jó. Azt is tudjuk, hogy miért van ez, mert felállt védelem ellen támadsz. Én külön venném azt a subsetet, hogy csak a felállt védelem elleni támadásoknak az értéke, az nem lenne 0,7-0,8-nál jobb senkinél, NBA csapatoknál se, a világbajnok csapatnál se. Tehát akkor magyarul azt is tudjuk, hogy ha visszarendeződünk, azzal már 2-3-4 tizedeket nyertünk. Én tudom, hogy borzasztó idegesít, amikor egy ilyen kocka, akinek zéró tehetsége van ahhoz, hogy megmondja egy játékosnak, hogy kell dobni, vagy hogy kell leütni a labdát, elkezdi nektek magyarázni, hogy nyertünk 2 tizedet, és az milyen jó, de higgyétek el, hogy ez így van. Tehát ez hosszú távon nem tudsz vele mit csinálni, a matek mindig nyer ebbe, a Moneyball átvette az összes labdajátékban a hatalmat. Miket írtak még ide, olvassuk azért, hogy gyűjtőkhoz elő dobásokat mondtam, festékenkívüli kettesekkel nem lehet hosszú távon meccset nyerni, szerintem mondom, még a kiesés környéke is veszélyes. Posztabb festék kettesek 0,88-at érnek, ez az előző varejzei példa. Na nézzünk egy kicsit házunktájai adatokat is most már, ne csak olaszokat. Dobáspektrum férfi NBA egy legutóbbi szezonja. Mi a legzavaróbb érték rajta egyből? Az még viszonylag jól olvasható is, mert meg kellőképpen nagy betűkkel van. Mi idegesít minket a legjobban egyből, ebből a Funk diagramból? A színei tudom, de hogy azon túl? Az a 16-as sok. Az a 16, az botrányosan sok. Ha megnéznénk minden európai bajnokságban, hogyha lebontod, hogy mennyiken vannak, 11-12% környékén vannak. Jó, tehát, hogyha ez ellen tudunk valamit tenni, megint csak azt mondom, hogy rátok bízom a kellemetlen feladatot, az eladott labdák számát egész egyszerűen csökkenteni kell, és pont. Nincs mese is. Tudom, hogy közhely, de még mindig túl sok. Direktorról is írtam, hogy 0 PPS, ugye? Tehát abból 0 pontunk lesz. Na nézzük a többit. Gyűrű 18%-on vállalnak, 1,51, nem meglepő, és ebben benne van a contested, uncontested. Ugye? Tehát, hogy sokszor érezik azt, hogy nagyon magas az ellenfél centere, ez az amaz, a liga átlag ettől függetlenül 1,51, azzal az első fél időben meccset lehetne nyerni, hogyha 1,51-jel dobnád a minden dobást. Nem lehet nyilván polarizálni túlságosan, talán észrevettétek azt is, hogy az NBA-ben is elkezdett visszakúszni egyébként a középtávoli. Különösen azoknak a játékosoknak, akik egyébként jók a középtávoliban. Jut eszembe, ugye én liga átlagokról beszélgetek, nyugodtan akár az előadás végén gyertek, kérdezzetek saját csapatra, megvan mindenkinek, minden olyan csapatnak, aki itt ül, annak a bontása nálam megvan. Meg tudom mondani, hogy melyik játékosod, milyen százalék egyebek, úgyhogy éljetek vissza ezzel a lehetőséggel szerintem. Az a, mondjuk egy Kevin Durantnek a középtávoli pont per dobás értéke, akár contested, uncontested, annyival magasabb, mint bármelyik másik játékosnak, hogy neki szabad. Tehát nincs olyan, hogy akkor ne is dobjunk rá középtávolit egyáltalán. Már csak amit is rá kell dobni, csomószor lejár az idő, úgy alakul ki helyzet. Tehát nincs olyan, hogy akkor most ezt a részét a pályának nem is használjuk. Egyébként pont, hogy én csak ezen a részen mozgok, pont onnan nem szabad rádobni, nem is dobok rá. Nézzük akkor a többit. Festék 2-es egyből lemegy az 1,51 0,92-re. A női válogatottnál minden játékossal végignéztük a saját dobás spektrumát, és megbeszéltük előtte, hogy mi az, amiből többet is vállalhatna, meg kevesebbet is vállalhatna. Most nem mondom, hogy ennek bármi köze volt ahhoz, hogy elődöntőbe jutottunk, de biztos nem volt hátrány.
hogy ezekkel tisztában voltak a játékosok. Oxigénhiányos állapotban ott a meccs közben a játékosnak valószínűleg nem fog eszébe jutni. Nekünk kicsivel több oxigén van a fejünkben, remélhetőleg nekünk eszünkbe jut. No, festékeny kívüli 2-es 11% egész jó, sarok 3-as 4% 1,2 PPS. Megint csak azt mondom, botrányosan jó. Olyan érték, hogy ha sarok 3-ast el tudod kezdeni növelni valahogy, az ugyanaz, mint hogyha gól dobtál volna. Minden más 3-asnak 1-0-2, és akkor van a kedves eladott labdánk, amivel köszönjük szépen, nem szeretnénk többet foglalkozni. Na, ez egy nehezen olvasható rész lesz valószínű, hogyha átlapozom azt is. Narrálom, jó? A különböző vonalak azt mutatják meg, hogy a női NB1-ben hogyan változott a dobás választás az adott dobás típushoz. Ugye a lila volt végig a sarok 3-asunk, az gyakorlatilag nem változott, statisztikai hiba sajnos, tehát hogy továbbra is mondom nektek sokszor-sokszor. Picit elkezdett egyébként nőni, hogyha megnézitek, ott a 19-20-as volt a Covid szezon, ugye? Jól emlékszem, hogy ott a másik felében ott hagytuk abba, és azt játszódott újra. Tehát az egy kicsit talán kevésbé releváns érték, viszont az utána lévő az már egy valósabb érték. Mindenhol egy fölötti pont per dobás szépen lassan növekszik. Gyűrű közeli dobásoknak a száma szépen lassan kúszik fel, nincsenek csodák. Empirikus módszerekkel a játékosok erre rájönnek. Ti erre rájöttök edzőként, és mondjátok a játékosoknak ugyanúgy. Csak itt a bizonyság hozzá. Csomószor a sportanalitikának az a feladata, hogy van egy megérzésed, és azt vagy megcáfolja, vagy megerősíti. Mint a controlling a pénzügyben. Kicsit úgy képzeljétek el, hogy van egy megérzésem, és igenis le akarom ellenőrizni, mert lehet, hogy elfogult vagyok, és szubjektíven látom a történetet. Ami viszont nagyon örömteli, az a piros vonal, az a nem festék kettes, annak a számossága 20-ról lement 15%-ra. Tehát, hogy anélkül, hogy beszélgettünk volna, itt ez megy lefelé magától is. Remélhetőleg most aztán még kép majd. A következő, a narancssárga vonal az a nem sarok 3-as, mászik fölfelé, és a festékből a ketteseknek az értéke az is szépen megy lefelé. Azt érzitek, hogy mekkora lehetőség az, hogy ez utánpótlás bajnokságból is lehet ugyanilyen görbét rajzolni? Saját csapatra, adott játékosra? Megmutatni neki, hogy így csináltad, ennyit volt a pontátlagod, úgy csinálod, azóta mennyivel ment följebb? Nagyon-nagyon sokat ér egy ilyen eszköz. Azt vettem észre, sportáktól függetlenül mondom, mert mi dolgozunk vízilabdában is, labdarúgásban is, nagyon sokféle sportágban, hogy a játékosok kifejezetten igénylik a mai világban, ott van mindenkinek a svájci bizsika a zsebében, a telefon, olyan statisztikákat kapsz a saját életedről szépen lassan, legyen ez pénzügy, vagy az, hogy mennyi időt töltesz a telefonon, miért ne tehetnénk meg ugyanezt a saját játékosoknak a teljesítményével kapcsolatban? Ti persze lehet, hogy tudjátok, hogy valakinek az nem való, mert lehet, hogy arra fog rámenni, hogy nekem is volt olyan csapatársam, akinek egyetlen egy célja volt, hogy neki ennyi meg annyi legyen a pontátlaga. Mindenhol van olyan, tudjuk. Ugye mindenki bólogat. Tehát ezt is, mint tanár, mint pszichológus, azt nektek kell tudni mondani, hogy kell használni. Volt egy olyan soproni kosármeccs, jó 10 évvel ezelőtt, úgyhogy elévült mondhatom, hosszabbításra ment a meccs. És az edző mondja, hogy a lányok, minden jó, mert mi egyenlítettünk ki. Azokon a meccseken, amikor a hosszabbításra ment egy csapat, 70%-ban az a csapat nyer, amelyik hosszabbításra mentett. Meg is nyerte a Sopron meccset, és most, hogy így szűk családi körben vagyunk, elárulhatom nektek, hogy ez a százalék valójában 50-50. Semmi jelentőség, nincs annak jelentőség, hogy kiegyenlített ki. Ugyanez labdarúgásban 11-es párbaj. Azt gondolhatnánk, hogy amelyik csapat kiegyenlített fociban, és hosszabb 11-esekre mentette, annak milyen lélektelen előnyben van? Nincs. Szomorú azt így kimondani, de nincs. De ilyeneket használ, azt a pici részt kivenni, ami neked kedvez, és azzal mondjuk egy lélektelen előnyt egyébként csinálni, az viszont szerintem egy legális dopping. Na itt aztán már végképp van számtenger. Szépen lassan eljutunk arra a komfortzónára, ahol én érzem jól magam, és ti valószínűleg egyre rosszabbul. Próbálom a lényeget lefordítani belőle. Ez egy válogatott játékosunknak a
teljes dobás spektruma. Mondom, hogy mik vannak rajta. Ugye egyrészt a zónák, azt látjátok talán még az olvasható, hogy gyűrű, sarokhármas, mindegyikből contested, uncontested. Minél több a zöld és a sárga, annál az azt jelenti, hogy egy pont érték fölött van, a pirosok az egy pontos érték alatt van. Az egész nagy számtenger, egyetlen egy dolgot szeretnék belőle nektek mutatni. Sarok hármas, hogyha uncontested, akkor 1,14, egyébként egy centerről beszélünk, 1,14-el dobja sarokból a hármast, hogyha van védő rajta, akkor 0,49. És ehhez képest szerintetek melyikből dob dupla annyit, mint a másikból? Sajnos pont a 0,49-ből. És nyilvánvaló az is, hogy üres hármas helyzetet kialakítani azért az nem könnyű. De azáltal, hogy széthúzod a játékot nagyon, azért ott mégis könnyebb, mint bárhol máshol, különösen, hogy egy centerről beszélünk. Tehát ha ezt a paramétert így megfordítanánk, hogy mennyi dobott rá, szám 8%-ban vállal emberrel együtt hármas sarokból, és 4%-ban jut ki rá úgy a helyzet, hogy ember nélkül tudja eldobni. Valószínű, hogy itt érdemes azt mondani a játékosnak, hogy még forgassuk, és jönni fog a szituáció. Nektek edzőként ezekből a számtengerekből meg kell találni azokat a párokat, meg azokat a számokat, amik valamiért jobb, mint a másik, és visszaélni vele. Ami magas értéket mutat, azt olyan formában erőltetni, ami még nem lesz átlátszó, amitől még az ellenfél nem fogja tudni olyan szinten olvasni játékot, csak azt vesz észre, hogy azt most már megint sikerült neki, meg megint. A Sam Hinkie nagyon jó barátom, hogyha valakinek megvan a Trust the Process 76ers-nél, megvan talán nagyjából, hetente beszélgetünk, neki van egy ilyen mondása, hogy én nem azt ígérem a játékosnak, hogy megnyerjük a meccset, de minden esélyt megadom neki. És ez így élesen koppan nyilván, de tényleg erről van szó, hogy olyanokat, olyan dobásválasztással éljünk, ami a legkedvezőbb számunkra. Következő számtengerből a jobb alsó sarkot kell csak nézni. Ez a Varese-nél használt standard játékos profil oldal. Tehát most nyáron ilyenből repkedett a e-maileinkben 40-50 darab. Ami minket igazán érdekel, az a 0,99 meg és 1,03. Ez a két szám ez azt mutatja meg, hogy az első az az, hogy a dobás választása ennek az adott játékosnak az alapján, hogyha ő átlagosan dobná, ugyanúgy, mint bármelyik profi kosárlabdázó, akkor átlagosan 0,99 pontot termelne dobásonként belőle, ha pedig az alatta lévő, ami még izgalmasabb, az pedig a play type-ok alapján. Itt csak három felé bontottam, hogy transition, on-ball, off-ball, tehát hogy labdával, labda nélkül, és transitionben, tehát gyorsindításnál. Az átlagokkal megnézve neki 1,03 pontot kéne dobnia. Akinek jó a szeme, az látja alatt, hogy ala van írva alá, hogy, plusz 0,11. Ez mit jelent? Hogy a világátlaghoz képest még egy tized ponttal többet termel a dobásválasztása meg a playtype elvárás alapján. Ha én ugyanazokat a dobásokat dobná rá valaki más, akkor az 1,3-at termelne, ő pedig 0,11-et. Eddig mi adatszolgáltatók voltunk egyébként leginkább a tengeren túli csapatoknál, és csináltunk most egy webes felületet egyébként a rendszerhez, ahol mindjárt mutatok is belőle egy gyors példát, ahol te tudod összeállítani a keresést. Most így játszunk már egy olyat el, hogy állítsunk össze egy ilyen keresést, hogy én mit várok el? Engem csak azok a játékosok érdekelnek, akinek a pont per dobás értéke egy fölött van. Többieket hagyjuk. Annak nekem magyaráznom kell, meg ő már tudja, hogy miről van szó. A következő query, amit meg szeretnék mondani, hogy a szabályok miatt nekem kell, hogy legyen egy U23-as játékos, akkor beállítom, hogy 23 év alatti legyen ugyanez a játékos. Szeretném azt is beállítani, hogy mondjuk nem játszott olyan kompetitív bajnokságban már korábban, ami az enyémmel összevethető, vagy akár még erősebb is, ezt is be tudom állítani. És a legvégén az egészre az igazán izgalmas rész, hogy ami ott alá van írva, hogy 0,11, én azt szeretném, hogy az legyen legalább 0,05. Olyan játékos szeretnék kapni, aki meglepően magas értéket tud konvertálni a helyzeteiből. Ugye azzal, ha így állíthatnátok össze a csapatokat, akkor valószínűleg kevesebb szinfarktus lenne az edzők között így az év végére. Aztán értelemszerűen a többiek meg lehet, hogy a piac szépen lassan rájönne, hogy alkalmazkodni kell hozzá.
Ez itt maga az a felület, és nem látszik nyilván a LED falas történet miatt, de ott a bal oldalon, ha megnézitek, talán még ez is működik innen már. Aha, ez a rész. Ezek maguk, itt állítottam össze ezeket a lekéréseket. Tehát olyan ez a webes felület, ahol mindenféle informatikai tudás nélkül te magad azt tudod mondani, hogy legyen magyar útlevele, legyen ennyi idős, legyen ilyen pontátlaga, legyen ilyen true shooting percentage, legyen a winsherje, ennyi, és így szépen lassan beállítasz mindent, és a végén kiköpi a listát. Sőt, saját képletet is tudsz csinálni, és azt is elmenti. Értelemszerűen ez körülbelül egy ilyen workshop jellegű beszélgetésnél lehetne igazán izgalmas, hogy ott ülnétek a gép előtt saját adattal, saját játékossal, és te magad tudnád keresgélni az eredményeket. Lapozódjunk egyet, hogyha engedi. Lehet, hogy Kristófot megkérem, hogy legyen a magyar hangom. Szuper. Ez maga a végeredmény, ami kijön belőle a lista. Tehát sokszor van az, hogy egy informatikai eszközből hogy tudom én ezt lefordítani az edzők nyelvére, hogy tudom lefordítani a tulajdonos nyelvére, hogy tudom lefordítani a játékos nyelvére a standard reportok formájában. Hogyha megszokja a klub, hogy ebben a formában, ugyanaz, mint hogy mindannyian láttatok már gépi statisztikát, és tudod, hogy mit hol keres. Általában ugye bal oldalt vannak a dobások, lepattanók, szerzett, eladott labda, mi egymás. Nem kell magyarázni egyikünknek se, hogy mit hol találsz. Ha a klubodon belül be tudsz vezetni egy standard riportolási formát, akkor ilyen jóságok tudnak kérni belőle. No, picit megint egy életszagú példa, hogy itt elszakadjunk a pontperdobástól és a matek szigorlattól. Erre is szeretnélek rábeszélni titeket, hogy legyünk kicsit önzőbbek a történettel. Hátra van egy perc a játék, az adott játékidőből, bármelyik negyed vége, hosszabbítás, egyszerűleges negyed vége. Az európai csapatok ebben a szituációban általában kijátszák a 24-et. Tehát valamiért elkezdenek nyúlni a támadó idők. Azt értjük, hogy az utolsó lépésnél miért történik ez, hogy ne kapja, hogy az ellenfél ne kapja meg a labdát. Én meg vagyok annyira informatikus, hogy megnéztem félmillió támadást, félmillió végjátékhelyzet, félmillió meccsnek az utolsó perceit. És megnéztem, hogy hol érdemes eldobni a labdát, hogyha 50-nél nálad van. Ezt kezdtem el vizsgálni. Az első eset, amit itt láttok, az azt mutatja, mi vagyunk a zöld, a sárga az ellenfél. Nálunk van a labda, 47-nél eldobjuk, az ellenfél támad, visszakapjuk, kijátsszuk a 24-et, mert megpróbáljuk beszorítani őket, de még akkor is ott van nekik 7-8 másodperc idő, és azért láttunk már hasonló szituációkban elvesztett meccset. Mit kéne csináljunk? Egy picit el kéne nyújtanunk a történetet, most a másik vége felé vittem, ugye direkt kijátsszuk a 24-et, ők is kijátszák nagyságrendileg a 24-et, a végén viszont nekünk 1-2 másodpercünk marad. Elég az valamire? Valószínűleg nem, tehát ez nem szerencsés. Ennek van egy lokális optimum ennek a görbének, hogy hol érdemes eldobni. 37 a válasz. Tehát ez a hány éves a hajós kapitány, az esetünkben 37. No, tehát hogyha ott van a lokális optimumja, lehet, hogy a te csapatodnál nem így van, mert nem tudom én, gyorsabban rendeződtök vissza, lehet, hogy nagyon jó dobóid vannak és megteheted, hogy picit más stratégia. De ez félmillió meccsnek az adata. Azt nem tudjuk így legyorsulni együtt, közösen, ha megfeszülünk, akkor sem. No? Tehát, hogyha nálad van a labda, legyen egy olyan ember a pályán, aki ezt tudja, hogy általánosabban 39-35, nyilván nem az, hogy most akkor várom, hogy 37 van hátra, csak hogy ott van az optimum egyébként a történetnek. Van-e kérdés? Igen. Az nyilván átfordítódik. Én most csak az átlagos eseteket néztem, a leggyakoribbakat. Nyilván vannak speciális helyzetek. Az a tapasztalatom, hogy minél mélyebbre megyek, itt a dimenziókat így nyitom, amit mondasz, akkor már elvesztem a hallgatóságot. Értem, aki hátom, azt lehet, hogy már most is elveszettem, de téged még nem. Jó? Viszont ez azért remélem, hogy visszanyeri a hallgatóságot. Képzeljétek, ez a ranglistája annak, hogy ki hányszor kényszerítette rá az ellenfelet a 2-per-1-re. Tehát ez azt mutatja, hogy a férfi NB1-ben a Honvéd 48-szor jött ki jobban a végé az utolsó perces támadás számból, mint az ellenfel. Ők 2-t csináltak, az ellenfel csak 1-et. Miért kell ez egyébként nekünk? Azt sejtitek? Mert minden dobás ér 1 pontot. Hogyha egy meccsen keresztül ezt megcsinálod, 4 pontot nyertél vele. Hogyha végigcsinálod a szezonban, 100 pontot nyertél vele. Nem lehet megcsinálni, de 100 pontról beszélgetünk, úgyhogy nincs itt a labda.
És ennek a végén akkor is annyi lesz. Mert egyszer be fogja dobni a hármast, kétszer kihagyja. És az még mindig egy pont per rádobás. Jó? Tehát egy ezért érdemes. Van köztünk férfi NBA egy Honvédból valaki? Gondolom nem, mert nem az a képző. Jó. Női U20 Diósgyőr? Bárki felismeri a saját csapatát a képernyőn? Oké. Nincs ilyen szempontból jelentőség. Nyilván csak bemutatni szeretném azt, hogy miket lehet kinyerni a számokból. Azért presszionálok titeket ezekkel. Abban biztos vagyok, hogy mindenkit érdekel, hogy a saját edzői tevékenységének mi lett ilyen értelme az eredménye. Mert ez ingyen pont. Következő nagyon pici olvashatatlan betűs táblázatunk. Ez azt mutatja meg, a FIBA-nak dolgozom, hogy hívják ezt magyarul, informatikai igazgatóként az adott eseményeken, ami magyar LB volt, ugye 15-ben legutóbb nálunk, akkor kezdődött a lejtmenet, és azóta mind a kínai VB-n, most legutóbb ugye a szlovéniai női LB-n, és ez, amit itt láttok, az Olaszországban az a statisztika, a horvát férfi válogatottnak a számít mutatja, próbálom jól elmondani, hogy könnyen érthető legyen. A kijelölt oszlop azt mutatja meg, hogy az adott játékos asszisztjaiból átlagosan hány pont keletkezett. Érthető így az ötlet? És olyan szinten polarizált volt az első két fordulóban a horvát válogatottnak az értéke, hogy 2,0-2,1 és egy csomó játékosnak 2,9-3 környéke. Ez ugye mit jelent? Hogy az adott kisember csak befele asszisztol, vagy csak kifele asszisztol. Ilyen egyszerű, nagyon, nagyon polarizálódott. Mi lett a következménye? Rettentően átlátszó, kiolvasható lett a játékuk, és vesztették el orva szájba a meccseket. Hát nyilván volt ennyi eszem, hogy azért beszéltem velük, és akkor utána az utolsó két meccsel viszonylag kiegyenlítődött. De nem is ez a lényeg benne, hanem az, hogy megnéztem, hogy az elmúlt 10 évben az NBA bajnokai játékosainak mennyi a irányító kisembereknek ez az értéke, és nagyságrendileg mire tippeltek? Hogy mi az optimum ennek a számnak? Állítólag a szemlét csak úgy lehet kiadni, hogyha válaszol valaki, nem... Akkor én kapom az újságot, 2,4 egyébként ez az érték. Tehát hogy a saját játékosodnál, hogyha az irányító kifejezetten passzoló típusú olyan, aki lebontja a védelmet, sokat passzol, akkor jársz igazán jól, hogyha 2,4 környékén van ez az érték. És ez is könnyen vezethető, ugye? Érzitek, hogy ehhez nem kellenek a NASA szuperszámítógépei, egy ilyet kiszámolj. Mert tudod, hogy milyen kosár született a kinek az asszisztjából. Ha még adj Isten azt is vezeted az asszisztmészárosokat, akkor az még egy plusz érdekességet ki tud dobni. Na nézzük, van-e még valami pluszba? Reméljük van. Aha! Ez egy aktuális fejlesztés a cégen belül. Olyat biztos láttatok, mert biztos, hogy csináltatok videóelemzést saját csapatotokról, vagy kaptatok videót játékos, hogy ne ezt nézd meg, különösen, hogyha mondjuk egy ügynök küld egy játékosról videót, abban mi lesz benne? A sikeres hármas, meg a brutál zsákolás. Ugye körülbelül ez a kettő, amiből biztos, hogy fogsz kapni. Állítom, hogy bármelyikünkről lehetne ilyen jó összeállítást készíteni. Amit viszont itt csinálunk, az, hogy összekötöttük a filmlistát, a Synergy-nek a play type adataival, tehát az, hogy post-up, vagy pick and roll, vagy egyebek, a Instant-nak a dobás helyeivel, és egy ilyen aranymetszés szabállyal kijött, hogy akkor mi lehet a valós érték körülbelül az adott playhez. És ebből megfordítottuk a logikát. Te, mint edző, azt mondod, hogy szeretném megnézni ezt a játékos, hogy mit tud, megmondod, hogy mennyi időd van rá, azt mondod, hogy mondjuk 3 perc, és egy olyan highlightot fogsz belőle kapni, hogyha minden negyedik támadás eladja a labdát, akkor minden negyedik támadásban egy eladott labda lesz. Hogyha ő rendszeresen mondjuk, nem tudom én, egyegyezik, akkor abból lesz sok. Tehát egy valós, ha most egy picit csalós informatikus lennék, akkor azt mondanám, hogy ez egy mesterséges intelligencia. De olyasmi. Tehát azt mutatja meg neked abban az időmennyiségben, amennyi rendelkezésedre áll, ami a valós highlightja annak a játékosnak. Utánpótlásban értelemszerűen ez egy nehézkesebb történet, mert ott nem tegelődnek a meccsek. Egyébként ez is egy ilyen gumikacsám, hogy
minden meccset rögzítsetek, még az edzésre is azt mondom, ha van egyébként olyan lelkes gyerek a környéken, aki azt mondja, hogy szívesen tegel, tegeljétek, mert nem fogod tudni, mikor lehet előszedni azt az adatot pluszba, vagy mikor tudod jóra használni. Tehát eljött az ideje, hogy most már mindent rögzíteni kell. Nincs mese egyszerűen. Nico Rosberg, mikor megnyerte a világbajnoki címet, az apja 5 másodperccel később kiposztolt egy egyórás YouTube videót, hogy a gyerek 5 évesen gokártozik egy ilyen Isten háta mögötti pályán. Ugye, hogy értitek, hogy ezen már túl vagyunk. Nem reklám, de vegyél egy GoPro-t, tehát nem tudsz mit csinálni, eljött az idő. Köszönjük a figyelmet, viszont még ez csak félig igaz, hogy köszönjük a figyelmet, mert képzeljétek, a rendelkezésünkre álló 4,5 percnek kicsit eltolódott. Hoztam egy vendéget, a nyár elején megkeresett minket egy amerikai cég, hogy egy olyan amerikai csapatnak kéne dolgozzunk, vagy adatot beszállítani, akinek még eddig nem beszéltünk el, és így gondolkodtam, hogy hát mi már mindegyik NBA csapattal beszéltünk, milyen amerikai csapat lehet az. Majd nem, annál magasabb szintű. Az amerikai válogatott konkrétan. Az úriember Julien Ferke, bírja a tapsot, azt mondja egyébként. Azt kell róluk tudni, hogy ők a szakmai tanácsadói az amerikai válogatottnak, ami abban merül ki, hogy ugye nekik sincsen idejük, az amerikai válogatottnál sincsen idő végig küzdeni ezeket a számokat, amiket itt is láttatok. Őnekik az a feladatuk, hogy kinyerjék ezeket a számokat, és megmondják, hogy mivel lehet meccset nyerni, vagy mivel nem. Most egy nagyon valós szavazást annyit szeretnék kérni, mert az úriember nyilván angolul fog beszélni, hogy mennyire igénylődik a fordítás, jó? Tehát egy olyat szavazzuk gyorsan, hogy mehet-e angolul, vagy... Jó, ez azt jelenti, hogy igen. Jó, megpróbálom szlájdonként a nagyon lényegi részét összefoglalni. Mondtam neki, hogy lassan beszéljen ettől függetlenül. Please, it's your turn. Okay. Hey everybody, my name is Julien. I work with HD Intelligence, and I think Gabor might have introduced me a little bit just now. I'm sorry that I can't speak Hungarian. I will do my presentation, my very short one, in English, and I think Gabor will be able to translate here and there if there's anything you guys need to know. Yeah, so first of all, thanks for hosting me today, and thanks for giving us the opportunity to tell you a little bit about HD Intelligence and the applied work of analytics in college basketball. And I want to use the time today to show you some examples of the work that we do, some of the most prominent ones that teams really liked over the last couple of years, and try to show you how teams take advantage of the information that we provide for them. Before I jump in, just two to three quick words about myself. So even though I now live in the States, I'm originally from Germany. This is where I basically got my basketball education, so to say. I have a background in economics with a specialization in quantitative methods. So I got to know statistics and econometrics at a pretty decent level at the university. But at the same time, after I was done at the university, I started expanding my knowledge and my work in the basketball world. I was able to work with several Bundesliga teams over the last 5 years, I would say, basically in a role that was close to a director of analytics. So I advised them on everything that had to do with advanced stats, lineup analysis, things like that. And I was also an under-19 youth coach in Göttingen, a town in Germany. So I was able to get some on-court experience and coach kids. And this is also where a lot of my passion in basketball lies, even though I now exclusively work on the data side of things. But I think in general, it's really important to basically have experience in both sides, right? When the analytics movement in the United States started, a lot of it had to do with people saying, all right, we don't need only, I don't like the word, but we don't only need number crunches, we need somebody who really knows the basketball side of things so that they can bring together the best of both worlds. And I tried to do that. And this might be also important because I see a lot of young coaches here. I think the possibilities in basketball are growing and are practically endless. So. Just wanted to give you a real life example of how it worked out with a lot of luck for me personally.
Okay, so just a very brief introduction into our company, HD Intelligence. So we are a full-service analytics company that works exclusively, or has in the past exclusively worked in college basketball. We're still very young as a company, so HD Intelligence was founded in 2019 by Colton Houston and Matt Dover. Colton, he worked at the University of Alabama for, I think, around 9 years in various roles. So yeah, he introduced a lot of analytics, things related to analytics there. And Matt Dover has a background in statistics. He worked in politics and advised on political campaigns using analytics, and he has a vast background in statistics, I would say. So those two founded the company, and they started out with 4 clients in the first season, and their success was that we were able to grow that company in a matter of now 4 years, where we currently work with over 70 teams in college basketball in the D1 realm of things. And yeah, we also grew in terms of employees. We're now, I would say, we're 12 to 14 employees who have worked with teams last season. So a lot of manpower for a lot of teams, I would say. And this summer, we were able to reach a couple of more milestones, I would say. So we've been able to work with a USA men's basketball team in preparation for the World Cup this year. And we also got in contact with Gabor and WebPond, and our relationship with them really enabled us to think bigger and to see what is out there in the world of basketball across the pond, so to say. So now we're trying to expand our business model to Europe, and we're starting to select a few teams that we are able to work with in the upcoming season. And Gabor and WebPond, they were of huge help. We couldn't have done it without them, and that's how our relationship, I think, grew and is still growing, and that's also the reason why I'm here today and able to speak to you guys. Let me translate this part yet, okay? Please. Szerintem, ami számunkra talán egyik legfontosabb, és mint nektek is, akár mint karrier lehetőség is mondom, egyfelől 70 egyetemi csapatnak dolgoznak, amiből ugye az egyetem szó azért érdekes, mert ott tudomány is van a legtöbb esetben, és mégis egy külső cégre bízzák rá a matematikai részt. Szóval ez azért egy elég erős üzenet szerintem, hogy az amerikai egyetemi bajnokságban azért, nem tudom, egy 5-600 csapatos rendszerről van szó, lehet, hogy ezres is akár, abból egy elég szignifikáns része ezzel a céggel dolgoztat. Aztán a másik, ami elhangzott a részéről, hogy milyen ütemben nő az alkalmazottaknak a száma. Azért az nem kérdés, hogy itt rengeteg edző van köztük. Ugye? Tehát simán lehet, hogy holnap nektek, mint szakma, meg fognak nyílni ilyen a LinkedIn-en. Lehet, hogy nem csak csapat fog megkeresni, valószínűleg nem LinkedIn-en keresnek meg, de lehet, hogy meg fognak ilyen cégek keresni. Erre, aki egy picit is azt érzi, hogy ebben az órában valami olyasmit hallott, ami őt érdekli, akkor azon gondolkodjatok el, mert ez nyithat kapukat elég rendesen. Abszolút távmunka a legtöbbször ez. Rengetegszer van olyan, amihez a szemetek kell mindenképpen azon túl, hogy itt van egy nagy adathalmaz. Jó, ezt így érzitek? Ezt én az óráimban is mindig elmondom, hogy nem tudjuk megmondani, hogy holnap után milyen szakmák lesznek. Én a szüleimnek a mai napig nem tudom elmagyarázni, mivel foglalkozom, mert az ő generációjukban ez még így nem volt. Egyáltalán. No? I think we can go on. Sorry okay. About the Thank long you. Translation. No, of course. And if you have any questions, please always feel free to just interrupt me and raise your hand. I hope I'll be able to see if somebody raises their hand. So just ask whenever you feel like it. Okay, so now I will dive into some specific examples to tell you really. You have, no, okay. I thought you might have a question. Sorry. I will show you some examples of our products that the teams use. And before I dive into this, so our approach at HD Intelligence, and this was also my approach when I worked still in Germany with teams, is
the interaction with coaches is paramount. This is the most important thing. We cannot just provide data and let the coaches alone with the data and figure it out for their own. So being in constant interaction with the coaches, learning about the goals, how the team wants to play, so style of play, and just getting a better feel for what they want to get out of their team, what they themselves think strengths and weaknesses are, that's always the most important thing. So in everything we do, there's a constant interaction. We try to hop on video calls with them as often as possible. And that's virtually how we interact with them. So what I'm going to show you is a post-game report. This is an HD box score. I think you're all familiar with how the traditional box scores look like. But we want to provide more information and we want to provide more structured information and basically provide better insights for the coaches immediately after the game. So this is a report that we usually send out 5 to 10 minutes after the final buzzer. And the value in it is that you pretty quickly see where you struggled or where you exceeded in each of the games that you play. So I'm trying to show you the top rows here. These are the main statistical categories. So at the top right corner, this is a broad overall measure of offensive efficiency for the team. And as I told you, we talk constantly to the coaches and we, before the season starts, we set goals with the team in which areas they want to be very strong and which areas might not be that important depending on personnel and depending on style of play. So everything you see up there is color-coded and it basically tells you relative to their goals, how well did they do in that game, but also relative to the opponent that they played. So we always take into account the strength of opponents, so we try to match up strengths and weaknesses of our own team and of the opponents so that in the end you're really trying to compare apples to apples and not something else. So this is the box score from one of our clients, which is UConn, so University of Connecticut. And this is the box score from the national championship game of last season. And fortunately, they won the whole thing. And on the offensive side, when you just look at those green bubbles over there, FTAR, I don't want to get into too much detail, I just wanted to give you a brief example of how these things can be read and look like. So the FTAR and FT percentage, it's free throw attempt rate and free throw percentage, and those things clearly stand out because right next to the 14% in FTAR, you see the 9%, and that was the goal for that specific game against that specific opponent. And exceeding that goal by that far, by that much, is really something. So you see, even relative to who they played, they did an amazing job getting themselves to the foul line, which was really important because right next to it, you on the right-hand side, you see some shot selection. Yeah, can't really show it to you. So the top right three bubbles are for this shot selection. Oh yeah, exactly. And the red dots tell you, okay, that team didn't attempt as many three-point shots as they had hoped and relied a lot more on non-rim twos. So getting some, you know, high-quality, high-efficiency buckets at the free throw line was paramount for them because their rim shot volume was also, even though it was close, it was slightly below their goal. That gave them a pretty huge boost from the free throw line. And I remember, so one thing we talked about, so this is not my team, but I know from colleague that they talked about three-point shot selection in itself. So the opponent is very good at inviting rushed three-pointers. And we were able to tell them, okay, the goal might be, as you can see, 43% shot selection from behind the three-point line is very high. But don't fall into the trap of just hoisting up threes for the sake of it, right? They will offer it for a reason because they will contest extremely well around the perimeter. And actually, this led to 33% three-point selection, three-point volume, as you, if you will,
And the quality of shots that they get, that they got, that was the most important thing. So they didn't rush those shots, but they were able to swing the ball around enough and collapse the defense and kick out so that they got high quality shots. Because as you can see, the 28% right next to the green bubble that says 35%, that was the goal for that game. So that doesn't mean that UConn was a bad three-point shooting team. It just states that San Diego State was awesome at contesting threes all around. And I think this is one very important takeaway from this. And in general, on this box score, you can also see a breakdown of efficiency by shot clock. So you can see as you go through the shot clock for 6 seconds, 7 to 12 seconds, how efficient were we there. And all of this is meant to guide you in basically after the game in your video analysis, because everything that we do, it cannot replace and will never replace deep video analysis of your own team and of your opponents, but it can guide you through the video analysis and pinpoint you to some areas that you might not have thought about beforehand. And this is one example of this. So it's a very detailed report in that I will not go over everything. On the right-hand side, you can see efficiency and shot selection broken down by half court, by transition, and things like that. Translation, sorry? Yes, quick translation. That's good. Can you go back for a second? Yeah. Can you go back just for 1 second? Thank you. Yeah. Előbb elhangzott az, hogy saját report. Aki úgy értette a nagyjából, hogy miről, mit mond az úriember, ő folyamatosan boxcore-nak hívja ezt az oldalt. Gondoljátok azt el, hogy a meccs végén az edző nem kéri el a meccsen kínált statisztikát, mert tudja, hogy ettől a cégtől kap egy tök másikat, amiben minden tud, hogy mi hol van, sokkal részletesebb, és pont a lényegi információk ott vannak neki, amiben megegyeztek már jó előre, hogy majd mi hol lesz. Oké? Nem beszéltünk össze, nézzétek a jobb felső sarokba, az elvárt érték 1.0 dobásonként, és 1.06-ot csinált a csapat, és véletlenül megnyerte a meccset. A felső X darab karika azt mutatják, hogy mik a céljai csapatnak, ezeket egy tök kezdtén, és elfelejtettem mondani, és ez jó emiatt, hogy előkerült. Hogyha tudod, hogy egyébként a csapatod mire képes, és meg tudod ezt számszerűen határozni, hogy kéne ennyi százalékban hármas dobnunk, ennyi kiharcolt faltra van, az a célunk, akkor azt már automatikusan tudod is számosítani, hogy sikerült, közepesen sikerült, vagy nem sikerült. Ugye ezek a karikák ott, amik mutatják, és hogy mennyire. Még azok a gondolkodások is benne vannak, amit itt az előbb mondott, hogy azt vártuk el, hogy X százalékban dobjon az ellenfél hármast, de csalogattuk, és egyébként tudjuk, hogy jól védekezünk ezeken a helyzeteken. Tehát lehet még ezzel egy picit játszani is, hogy bele kényszeríted az ellenfelet abba, hogy azt csinálja, ami neked jó, és a számok vissza tudnak igazolni. Ez a standardjük. Egyébként aki letöltötte az én prezimet, nagyon hasonlóak ezek a táblázatok olyan szempontból, a bontások, hogy milyen playtype, mennyi idő van hátra, a két alsó táblázatnál a saját csapat a baloldali, ott egy kicsit részletesebb információ, az ellenfélnél pedig a legfontosabbak, de egy A4-es oldalon ott van a meccsnek a teljes története. Egy kicsit ügyesebb újságíróból meg tudna írni a meccsnek a sztoriát. Okay. Yes. Good. And I haven't mentioned this before, but this ties into our general approach of interacting with the coaches as much as possible. So we know not everybody likes numbers and is not used to looking at that many numbers. So in every report that we send, we're trying to help coaches in that we follow everything up with a written part. So that report will be sent out immediately after the game, and then we will write down comments, right? What stands out? What are maybe the most three important takeaways from this game on offense? What are maybe the most three important takeaways on defense? Let me translate this one, because yes. I think it's the main message of the whole thing. Amit itt látunk, az megint egy számtenger, ugye? És pont arról beszéltünk előtt, hogy ti, mint edzők, nem ezt a számtengert kell feltétlenül lássátok. Az a szolgáltatásoknak egyébként a lényeg, hogy egyébként szövegesen, ténylegesen a lényeges dolgok ki vannak emelve. Can you maybe go ahead and see that section? Can you scroll to swipe to the next one or the one? And also, we got 5 more minutes, so plow with. All right, so feel free. Okay, this is also part of the post-game report. This is a shot chart. You're all familiar with that, I think. Nothing really to talk about here. And another important piece of our work is scouting reports. Not only on opponents,
but also on your own team. So we break down each individual player in a very detailed manner. And in college basketball, this is also a huge deal in terms of recruiting and people transferring from one college to another. And this can also, in Europe, be, I think, a really important avenue if you want to scout players, getting as much information, but as precise information, and you know, not over letting you overwhelm with it, is going to be really important. So, this is actually an example from the French league that we just were able to do because of our work with the U.S. Men's basketball team, and it is a result of the work that we do with Gabor. So we were able to get data on the French league, basically. And this is a player profile for Tremont Waters, who now plays for or has played against the United States with his national team Puerto Rico. And just to break down this page in very broad form, on top in the black box, you see, I would say, a 2 to 3 sentence breakdown of the player. It's going to be about usage rate, about the style, the way he likes to attack, and maybe one more strength or one weakness that really stands out. And like in everything we do, the analysis in the written part is color-coded, so green will highlight strengths. As you can see, very high usage, very high assist guy in that, but also very turnover-prone, and we highlighted high risk. Things of that nature. So red will be weaknesses, orange will be something that he's rather mediocre at. And so just one sec, let me translate quickly. Csak tényleg szuper gyorsan, a számok alapján szöveges összefoglaló, ez most egy scout report, ugye nem a meccsről, hanem a tényleges játékosról. Itt nem feltétlenül az, mint amikor kiküldesz egy scoutot és ő leírja, hanem a számok alapján, hogy mit lát a játékos. Napi szinten ma is jött egy ilyen e-mail reggel a szkólát, hogy mondd egy nevet, mit látunk belőle, úgyhogy nem nézheted meg, hogy hogy játszik. Tehát, hogy azok alapján, van egy ilyen réteg, van egy olyan scout típus, aki nem látja a játékost játszani, nyilván meg kell nézni, nyilván van egy csomó olyan dolog, hogy összeférhetetlen, hogy bármi, de mi ilyeneket gyártunk anélkül, hogy megnéznénk a játékost, és ettől függetlenül azért általában találni szokott. A Liga MVP egy ilyen riport alapján találtuk meg tavaly. And now now you will see what the written analysis is based on. This is basically the statistical profile of that player. And a couple of things. In the middle, you can see basically bars representing volume in different play types, like in half court and transition after inbound plays, and on putback situations or late in the clock. And this can help you motivate your players, right? If you want your player to work on something during the season and we've just sent you a profile, you can pinpoint like, okay, your turnover rate is way too high for our liking and you need to do a better job of maybe facilitating in the half court, even though you're extremely good kicking out or facilitating in transition, things of that nature. And when you're scouting an opponent, this can be really helpful in guiding you again in terms of where you want to look at in video. For example, this player specifically, he's a creator. He creates a lot of his shots. We have these designations like pull up and solo, which tell you the same thing. And he's more of a jump shooter in the half court, but in transition, his main goal seems to be to get inside, get penetration, either to create for himself, score for himself, or collapse the defense and then facilitate for his teammates. These are things that you can easily see on these types of reports, and yeah, it can help you in various ways. Másik adat vizualizáció, ugyanazoknak a számoknak, megint az, hogy látod, hogy a kis dobozokban a dobás típusok vannak, és a különböző helyzetek, és azokból, hogy milyen volumenben vállal, és egyébként abból van-e haszon, vagy nincsen. Ez már egy picit inkább a statisztikai oldalon, ez ugye nem a szöveges része, de ez megint csak ugyanaz, hogyha van egy standarded, és ehhez vagy hozzászokva, akkor ez akár azt is mondta a srác pluszban, hogy az ellenfélből való felkészülésnél is jó lehet, hogy megnézed ezt a papírt, és tudod, hogy a videóban mit kell keresel.
Ugye, hogy mik azok a típus hibái a játékosnak, hogy miben erős, és akkor azokat tudod bemutatni a játékosoknak. Okay, and again, a shot chart for that specific player where you can see where he gets the shots from in transition and in non-transition moments. Yeah, I mean, that's more or less it. That's more or less it. Yeah. Just one last page. If you want to get more information on our company in general, please feel free to visit our website. We also started a newsletter where we broadly inform people about the work that we do, but also sometimes even philosophically talk about analytics and how it's being applied in college basketball and in professional basketball in general. Elérhetőségek, amit kint volt a QR kód, annak a végére oda fogom tenni ugyanezt a prezit is, hogy legyen meg nektek. Szerintem ez talán hasznos lehet, vagy akár nem tudom, lehet, hogy tényleg fotózható mértékű is. Nagyon köszönöm különösen az extra türelmet, mert minden időkorláton túlcsúsztunk, amit lehetett. Jó étvágyat mindenkinek! A prezimben benne van a végén a saját elérhetőségem a QR kóddal, úgyhogy nyugodtan kerestek tényleg bárkinek a saját csapatnál, egyebek meccse felkészülés, egyáltalán miről beszélt ez a furcsa fiatalember, nyugodtan kerestek. És köszönjük nagyon a türelmet!